Visszatalált a győzelem útjára a Kisvárda Mastergood, amely november 27-e után nyert újra mérkőzést az NB2-ben. A legutóbbi ceglédi siker alkalmával gólt szerzett Olá Gergő, aki vasárnap a Kozár Misleny elleni 3-0-ás siker alkalmával is bevette az ellenfél kapuját. A Szegedről igazolt korábban Debrecenben az NB1-ben is lehetőséghez jutott játékos az előző fordulóban a Puskás Akadémia kapuját is bevette, ám a lövés előtt a játékvezető szabálytalanságot látott. Szerintem teljesen véleményes volt, tehát 50-50, meg is lehetett volna adni, meg faltot is lehetett fújni szerintem. Tehát, hogyha most megadják azt a gólt, akkor nyugodtan lehetett volna reklamálni azért, hogy nem volt gól, de így, hogy nem adták meg, szerintem így is lehetett reklamálni, hogy gól volt. Hát jó, szépen eltaláltam. Hát ez van, jó lett volna a 91. percben, főleg, hogy csereként álltam be kiegyenlíteni, mert akkor nem nőtt volna a pont különbség köztünk, de mindegy. Jöttünk, dolgozunk tovább. A 28 éves futballista nem tartozik a csapat alapemberei közé, de már így is 3 gólnál tart a bajnokságban. Amikor a kezdő csapatban kap szerepet, nyilván duplán meg kell ragadnia a lehetőséget, amivel ezúttal élni tudott. Én azért mindig megpróbálok mindent megtenni szerintem a kitartásommal, meg a küzdeni akarásommal általában sikerül is. És remélem most is sikerült, meg bizonyítanom, hogy nyugodtan szállíthat rám a mester is, és többet lehetek a kezdőcsapat tagja. Ahogy Olá Gergő, úgy a teljes kisvárdai csapat is legközelebb megint hazai pályán bizonyíthat, hiszen a hétközi 25. fordulóban a soproni VSL lesz a vendégük. A mérkőzés csütörtökön 15 órakor kezdődik a Várkerti Katlanban.